városon belül, most már nézegettem oda városon belülre, de még nem látom, hogy hol van az a rohadék, ha ott van bent. Hogy kéne látni még egyszer, hogy lőjön. Infrába keresel, vagy izébe szoktál, CCD-be? Mindenbe vár. Először láttam a füstöt, azt hittem, hogy ezért, hogy mondom, valaki kirobbantotta. Most ott narancsárga füst is van, látsz valamit? Hát, de az nem ott van az a narancsárga, ahol ez van. Ez a narancsárgától egy picit a... Tehát ilyen bozótos részben van az a narancsárga, az egy kicsit ilyen téglalap formájú az a bozótos. És a tenger felől, ha nézed, akkor a jobb alsó csücskébe van a kb. Az SZ3. De már csak volt. Roger. Állják egyet akkor. Nézzük. Viszont memped van még ott, azért ne lövesd le magad, vagy csak lehet dobálja azért. De még SZ6 is van, basszú. Érdekes, ez engem nem csesztetett. Hallottam, hogy valami radar kilő, Zoli, hajrá! Cruiser. Figyelj, csinálhatjuk azt is, hogy TS-en adsz nekünk, és akkor mi meg adunk izé. Adunk SRS-en neked. Nem tudom uradni, hogy te rálokkolni valzák.
El kell mennünk tölteni. Én vagyok, hogy mondjam, annyi, hogy tudom izgatni itt neked, Zoli, egy picikét, ha akarsz velük foglalkozni, hogy honnan nőnek, hogy ráküldjé valami. Radarszpás. Jó, hogy mondtad ezt? Ugye radartam, beciloztam, eltaláltam. Látom, nincs már meg, igen. Affirmative. Igen. Affirmative, the radar is gone. Copy. Zoli, van hosszú hatótávú valamid? Mert találtam egy SZ3-as rá, elbeszélem neki. Egy JSON. Az tökéletes. Látod a füstöket? A piros meg a narancssárgát? Igen, bizony. Tali. Jó. A narancssárga füst, az benne van ilyen bozótosban, a városnak van egy ilyen, mit tudom én, nyugatabbi fele, meg egy keletebbi fele. Közötte van egy ilyen bozótos körében ott. A narancssárga füst. Az, pontosan a bozótos az ilyen téglalap alakú terület, hogyha nézed az és a... Hogy hívják a... Ha a víz felől, a tenger felől nézném, az őből felől az egészet, akkor olyan, mint egy focipálya, és nagyjából ahol a... Fél pillanat. Nagyjából ahol a... Észak, nem is dél, nyugati csücskébe, focipályának a távolabbi felénél, a 16-os környékén, és a tenger felüli csücskénél a 16-osnak, körülbelül ott keresgéljél a bozótosba, jó bevonulva, és akkor fogod látni az SZ3-at. Indított rám valami, srácok, nézzétek! Ez egy másik, ami most indított, de amit én mondok, az is ott van, nem messze. Megint szemlancs, szemlancs. Ez kb. Ami most indított, ez a narancssárga füst mellől jön körülbelül. Tuning nyomja. Megint indít. Akkor itt a most. Mondani koordinátát a izére. Mire? SZ3. Az SZ3
23-ra, amit találtam. Ott is ugye nem lőttek le. Akarok jutni addig a reptérig, amit mondtál, eljutok szerintem. Novonorisk vagy Novorisk? Novorisk, igen. Az van legközelebb Novorisk, én is oda megyek. Vagy ilyen öböl, ugye? Novorisk. Igen. Csak Maverick-et, mert bár most azok után már lehet, hogy jó lenne, de ez olyan kéne, amivel messze tudsz lőni. Illetve az olyan négy. Most már nem biztos, hogy baj lesz. Ilyen 15 000-ről mentettől távol tudsz 15 000 környékére szerint dobálni akár Jade-emet, akár izét BB-12-ket majd szerintem. Most már nagyon nem lesz szerintem ott az SR-ot még kiszedjük. Meg lehet, hogyha van az a 1-2-6-os. Megérzel, hogy ez be vagy erről? Ijerszem kilőve az észak-keleti sarkán a focipályának. Most a célterület fölött vagyok és nincs semmi, úgyhogy szerintem kilőttem. Illetve nem vagyok fölötte, bocsánat, csak közel vagyok hozzá.
megvan még a Jason, Zoli? Nincs, az előttem ki az S-6-ot. Na jó. Erről jössz leszállni? Hát én a szárazföld felől indultam. Roger. De mennyi keród van? Ne, csinálj, hogy van elég. 2007. Jó. Hát én brékből fogok leszállni, szerintem egy gyors vagy. Roger. Kisebből felül. Még itt az öbben felett majd ráforlak. Úgy fogok brékelni, hogy az öböl felé és onnan fog visszajönni, így leszállni 2.15-ös pálya. Kapi. 2.20-as pálya. Most vagyok a beton felett. Bizsó. Látod a heggesztő strobomat, tehát hogy pont a kikötő felett lenne alacsonyan 1100-an, 1500-an. 1100-an. Nézegetem, de most annyira, a VR-ban nem annyira jó a kép. Sejtem meg, látom adott a linken hol vagy, de úgy vizuálisan még nem sikerült. Látlak most közben a fordulót, vagyis már fordulsz. Igen, már purge-be vagyok. Sőt, final turn teljesen mindjárt short final. Én is. Nem vagyok. Akár letetted Z-ből, Street Team-ből? Igen. Mit mondtál, Zoli, hogy... Pickle S-3-ra. Sajnos nem értettelek. Pickle SA3-ra. Ja, jó, oké. Okay. Majdnem bevettem a bazódba, mert nyugáltam itt a strobot, hogy lekapcsoljam neked. Shack. Szuper. Két indító állás, bocsánat.
csak egyet viccét. Hát ez sajnálatos. Megtisztelettem már neked. Én is. Két indítóállásból mit csodatok? Két indítóállásból csak az egyiket vitte szét. Nem arra lart lőtted? Nem. Az nem jó ötlet. Mert a radar az a központja az egésznek. Itt nem látok radart, az a baj. Nem tudom akkor melyiket lőtted, a bozótosban ott, amit én magyaráztam, ott van még radar. Nem azt, de közben szét ment a másik is. Most keresem a bozótost. Hát a betonházak között fogod látni, hogy van egy ilyen szünet. Teli szünet. Hát szünet a házakban is, ilyen valamint egy nagy park lenne, mint egy mizé. Egy Hyde Park vagy valami. Igen, mégis egy pár dolog így van. Káros a lézeres Maverick? Nem, Echo. Vagy az F is, nem? Ja, az viszont jó at is, azzal jobban jársz, ha azt viszel meg, azt én is meg tudom neked lézerezni például. Akás? Echo. Roger. Olyan nincs. D1, H1, G, meg K. Hát akkor te nem tudsz lézerest vinni. A G és az infra, igen, nagyobb robbanóval. A H, a hotel, az izé, az tévés kis robbanó fejjel. A K az tévés, de nagy robbanó fejjel. Aha. Tehát a G is akkor az jobb nekem? Hát, igazából tankra, meg ilyenekre jó bármelyik, mert az egyik az ilyen izé, az ilyen shape charge fej, a másik meg ilyen teljes robbanó fej. Ja, Zoli, hogyha az F10-es térképre ránézel, akkor ott egy JTEC köröz fölöttük. És ahol most köröz éppen, ott van, ahogy hívják, az a szöszös rész. Igen, láttam, valamit eldobtál. Tehát a bozótos rész. Körülbelül ott van most előtted, nem sokkal lesz. Amerre viszont repülgetsz, ott van memped, úgyhogy figyeljél. Rendben, 20 000-en vagyok, úgyhogy szerintem annyira nem gond. Sák. Ja, igen, az nem. Ha tartod, akkor nem, persze. Hát nem szeretnék lejjebb menni, mert 3800 fuel-on van, úgyhogy... Ja, látom, hogy 21 000-en vagy fent, izé. Úgyhogy az jó. Több okból sem, igen. Hova megyek. Ja, ahova dobtál elvileg, igen, ott vannak azok. Amit én láttam, az SZ3-as ott volt még, aminek volt radarja. Nem bízták a véletlenre, egy zupuszka beépített, ilyen ezé, és 6 darab manpedes állja körül. Ja, van, igen, láttam ilyet, hogy egy rakás ember
Azt is látod, hogy azok mentedesek? Igen. Kemény. Nem láttam az össze három radart. Ha, én is csak, mit tudom én, hogy mondjam, sokat kellett böngészni közelről, akkor lehet észrevenni. Fák közt keresem. Kész vagy, azt is azt mondta. Azt mondta, hogy pillanat is vagyok. Ja, oké. Legalábbis én ezt értettem. Néha lehet érteni, különben ilyen, kicsit ilyen, hogy mondjam, lehet hallani, hogy próbálsz halkan beszélni, és akkor ilyen egész jó átjön. Akkor inkább beszéljek normális hangerővel, mert egyébként meg hangosabban beszélek, de azért, hogy jól hallják. Szerintem most, ahogy beszélsz, ez kb. Egy normális hangerő. Lehet, hogy picikét nincsen neked, ezért fölbúsztolva a mikrofon vagy valami, és az így gerjed, vagy ilyesmi. Hát most mindent beállítottam defaultra, tehát elvileg nem szabadna. Mondjuk van egy kicsike zaj is alatta, de néha egy picit olyan volt, mintha gerjedne. Na, majd megnézem. A 29-es besugárzások nagyjából éjszakra. 93 mérföld, úgyhogy egy időre még nem egyébként.
Azt mondtad, van koordinátát hozzá, nem? Hát most már nincs, mert leszálltam, sajnos ugye nem tudok berakni most pontot. Jaj, de én most szálltam föl. Oké. Úgyhogy melyek mindjárt, aztán szétküldöm. Akkor most szálltál föl? Igen, igen, látlak vizuál. Vágya, csak szünet volt, én is indulok vissza. Most megyek a célkörzetbe, váltalak akkor. Folyamatos 10 lapot, még volt valaki veled, úgy látom. Igen. Na ott volt még veled valaki, jól látom, ketten vagytok adatalinken ott. Hozzak harmat. Vagy az egy maradt is kész. Harmadból keveset lehet. Ja. De aztán így hozok 8-at, hogyha... És általában sem, én 4J szót, meg 4J demet hoztam, azzal tudok messzere is tolni. Látom az össze 3, az még rám várott. Igen, azt nem találtam meg. Nekem megvan, most csak
az, aki ott volt, az kiszedte. Altitude. Bruiser SA3. Milyen sugárzásod volt? SA 6 meg 8 szerintem, most nézem. SA 6 és 8. Oké. Okay. Keresek még, akkor hol lehetnek ezek. Request rearming. Copy. Ugye az SA 6 engem is kéne fogjon körülbelül, mert hogy a szőlő magasra.
közben repültem és nem lőtt rám egyébként, úgyhogy lehet, hogy nincs már mit lőniük. Jó, hogy mentedre figyelj még. Jó. Meg tudod, időnként ezek újra töltenek. Aha. Most elkezdett mérni. A hatos. Igen, meg 8-es is szerintem. Az olyan, hol lehet az a 8-as. Figyelek, hát ha lőnek. Királyság, mire dobtad? Hova nincs semmi gép? Valami micsoda? Valami gép az úton áll. Oké. Az nem találja el, beszélok. Biztos, hogy belakadsz, mit dobtál? Refueling complete. Ébő 12-t. De nem oda megy, rövidre megy, vagy mit csinál? Nem is látom, hogy hova megy, mert... Már nem tudom. Jó, nekem van övé egy SA3-as állás, meg középen egy silka. 29-es mögülünk. Ja. Rearming complete. Jó, arrébb van az. Ez jó kör volt, egy bombával 4 cél. Az igen. Erre Previti, nem? Hát direkt közel voltak egymáshoz, és úgy voltam, hogy ezeket megtalom. Azt kéne megnézned, hogy a fuse az szerintem nose-on legyen és instanton. És ez a mechanikus fuse azt hiszem. Meg erre nem is tudom, hogy nekünk hogy van a GB12 beállítás itt a játékban.
meg mempet. Itt vagy még az is? Itt. Már volt a csönd, azt hittem leszettek. Ez is egy check, ez jó volt, ez egy bombával. Mennyi volt? 6 cél, azt hiszem. 5 ember, meg ott, ami van a csövet. Kinyitott rám valami. Látom onnan. Van 2-3 mellemem, jó? És ha, hát ha van, van mire, akkor hajt. Mire lőnéd, Zoli, különben? Nem tudom, mert olyan szinten egybe vannak a zék célok, mint a hádomon, hogy körülbelül nem tudom, kell olvasni se. De kettő elment, úgyhogy lesz, ami lesz. Traffic driftwood 5 miles southeast to join left base runway 22. Nem találtam ott semmit, ahonnan elvileg lőttek rád, még keresnem kell. Az is ilyen bozótos, rohadt nehéz megtalálni ott. Ott én mempedesekre fogok indítani. Van övéi memped. A csalítósban ott rohadt sok minden van bent különben, és nem látszik sokszor.
lehet ennek az üzenetnek. Ja, ja. Egy rakás ilyen embercsoport van lent ott a csalitos környékén, ami ilyen mempedes. Kazettás jót tett volna nekik. Van a végén még egy memped. Szerintem megvan az első. Konkrétan 6 ember állott. Ja, olyan volt már. Láttam, csak nem tudtam kidobni. Szerintem megvan az azért. A két ház között a radar. Tudsz leindítani? Pár másodperces, igen. Fordulok vissza. Jó, jó. Atis, te hogy áll? Check az enyém. Loser. Királyság. Én írtam ezeket a mempet csoportokat, még mindjárt még ott van kettő, amit látok. Meg még három Jason van igazából összvisz. Ez a nagyon nagy fos. A ház tetején van egy löveg. Bruiser kétszer mempedekre. Löveg a ház tetején? Hát egy indítóállás.
biztonság. Az utolsó JSON-omat, és még ott fog maradni egy csoport, hogy esetleg érdekel. Találtam meg egy radaros célt. Az jó. Oké, Bruiser van pedre. Ott is itt vagy? Jajajaj. Húzz el radarra. Lelőttek aztán. Lelőttek? Ja. De még? Szaroztak valam ezek bementem föléjük aztán. Indított. Pedig másodjára. Egyszer bementem, akkor nem volt semmi. De ezt mondtam neked, hogy... Ja. Bemész egyszer, az nem azt jelenti, hogy utána nem fog következő indítani, mert tölt utána. Ez nem célszerű így lelövetni magad, meg eleve, hogy bemenni föléjük, már mivel mentél be? GBU-val? Jajaja. Hát az 15 ezer alatt nem érdemes. Ezért lőtt le a radaros amúgy. Szerintem ezt szállt. Aha. Királyság. Annyira nem, de... Na bocs, ez a Zolinak ment. Ja. Ő most küldött egy izét. J-Sold mempedre. Újra jössz? Vagy valami? Ah, nem hiszem, nem tudom. Check Prime Stream. Kilőttem a radart, a mellette lévő indítót, meg a mempedeket ott a lütére. Viszont majd nagy nyílterület. És Winchester. Copy. Én is Winchester. Itt ülök még egy F-15-ben, aminek már jár a motorja, de... Böri, hogyha néznéd azt, hogy indítanak-e rám, akkor izé... Akkor még valamit gépágyúval lemennék szétszedni. Várjál, fordulok vissza. Jöhetsz, Atis, elmehetünk gépekre is vadászni. Szerintem ráhagyom. Visszamész még, gondolom. Igen, mi még itt vagyunk.
egy 8-as. Hát egy gyilkos akció ez így. Csinálják egyébként? Gondolom csak csinálják a földi radart a Hornethez. Negatív a launchra. Nem tudom, ott is biztos. Felesen kijöttem az ének tengerfal. Nagyon lassan haladnak vele. Csinálják csak. Soha nem lesz kész. Te merre vagy, Zoli, most a cél körül? Igen, ott itt vagyok a cél fölött. Alacsonyan. Semmi nem fókusz, semmi nem indít. Közben azt jelenti, hogy... A 9000 ember? A 10, ja. Oké, akkor mindjárt összezárkozom veled, aztán lemeltünk, ja, látlak vizuál. Ó, mehetünk leszállni együtt. Még LNG. Ja. Copy. Amúgy mehetünk légi célra is, hogyha megyünk tölteni egyet. Én köszönöm, hogy már elég volt. Oké. Atis, te? De szép skin mi ez? VMF-a, 232.
Ja, tényleg. Csinált screenshotokat. Elküldjük a többieknek. Szerintem borítsunk le. Sokat nem mozgass azért a gázom meg ezért, mert így nehezen követlek le. Jó. Akkor menjünk le balra. Kísérő helye. Hát ahogy kötelékben maradjon a vezérének, hogy stabil legyen. Tartjuk ezt egy kör erejéig, és akkor azon szépen lejjebb megyünk. Nekem jó. Spirálozhatsz nyugodtan. Altitude. Forduljunk vissza 50 irányba, vagy 40 a ezért most. Várlak csak! Később, bocsánat, kicsit elbasztom. Merre akarsz brékelni, jobbra vagy balra? Hát... Ja, hogy brékkel szálljunk le? Úgyis jó. De akkor jobbra brékeljünk. Már. Hát most már kirázottam a helyemről. De jobbra brékelt vissza. Mi még jó tanácsnak a vezérket, sose vedd alapra a gáz. Oké. Okay. Mindig kell tartalékot hagynod a kísérődnek. Sose rakod full maximálra, sose veszed alapra. Milyen közel vagyok a brékhez. Hajrá! Ott is akkor nem megyünk vadászkodni?
valamit ebből leszázoli? Le, de nem, nem fogok tudni. Mit sem. Na most ez... Most nagyon elbasztam, igen. Ja, kicsit túljöttünk a betonon, azért néztem én itt. Meg nagyon, nem tudom, gyors voltam szerintem. Ja, brékelni a beton fölött kell, középen. Igen, be későn mentem. Na akkor... Ja, brékelhet most is. Itt vagy még, vagy nem? Én itt vagyok még. Ugye ezt Atis kérdezed? Ja, Atis, hogy akar-e még esetleg menni vadászkodni? Haló? Ja, hallok, bocsi, válaszoltam, csak nem jó gombol, amiért. Ja, soha. Gyerünk. Menjünk, jó. Viszont akkor én tudok tölteni még tanker, vagy vegyek izét, vegyek full fegyverzeted? Hát... Akkor meg tudok itt tölteni, geleznyiken, és akkor utána rakok fel rakétákat, meg itt ilyen két póttartályt, és akkor jó leszek veled. Oké. Okay. A 15-ösben ott egy ezért rakás üzemanyag van, úgyhogy az jó lesz neked. Ezért baszom el, mert nem állítottam QNH-t. Hát ez lehet, hogy szar lesz. Hát itt nagyjából az elevésen az ilyen nulla környéki, mert tengerszinten vagyunk, tehát ahhoz tudsz számolni. 1500 lábon, ahol voltál, az jó volt. Hogyha rendes overhead break-et csinálsz, az 1500 láb AGL. Igen, csak nekem 2000-et mutatott. Hát én nem mentem fel addig, akkor de följebb mentél. Igen. Én 1560-at, 1500-at tartottam körülbelül. Én a földön látlak, te tovább mentél. Ja, mert nagyon közepén is sikerült leraknom, úgyhogy muszáj volt. Ezzel a reptére még War antenna is van. Ezen is van, Batumin is. Ott is te Szocsiról fogsz felszállni? Hát szerintem onnan. Jó. Akkor megnézem a térképen, hogy merre fele mozog ezért légi célok, és akkor megyünk arra. Hogy van még Sukumi? Hát ez tőlem még messzebb van. Szocsi lehet jobb lesz. Mindjárt begurulok le, parkolok, meg töltenek, meg minden, azt megnézem a térképet, hogy mi a sztori, de Szocsiba jó leszel szerintem. Oké. Okay. Bingo.
Bingo. Hát nem erre a leszállásomra lesz a legbüszkébb, de... Egyik csávó az kilőtt egy hajót. És egy rakás pontot kapsz egy hajóért. Azok nem akarnak engem rearmolni. Valamilyen nem akarnak rigyelni. Már hol nem? Hát én benne állok a kis üzénbe. Kis kutricámba és semmi. Lehet, hogy ugyanaz, mint ami múltkor volt ott, hogyha jár a hajtómű, akkor nem rearmol. Nem, ezt leállítottam már. F15? Ja. Hajtó vagy kabin nyitva. Micsoda? Kabin nyitva. Az lehet. Ugye most tőled éjszakra vonat is izé légi cél. Meg lent a tenger fölött vannak. Bingo! Bingo! Ja, most bekapizott egyből. Igen, mert ott nem az FC gépekben, nem csak ezért van, hanem a kabint is ki kell.